Köszöntöm nézőinket, Adó Percek című műsorunkat látják, ahol vendégem, ahogy mint mindig, Barlai Krisztina, a NAV Dél-Dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságának kommunikációs főreferense. Üdvözlöm itt nálunk a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. A borravalóval foglalkozunk, úgyhogy első kérdésem az is lenne, hogy mi is az a borravaló. Borravaló jutalmunk kapott összeg, amit általában akkor szoktunk adni, hogyha elégedettek vagyunk egy szolgáltatással. Milyen típusai vannak? Két alapvető típusa van, az egyik a közvetlenül a fogyasztótól kapott borravaló, a másik pedig a munkáltató által visszaosztott borravaló összege. A felszolgálási díjat is, a szervizdíjat is gyakran borravalónak emlegetik, de a két fogalom nem ugyanaz. Akkor tegyük is tisztába ezeket a fogalmakat, mi is ez a felszolgálási díj? Rendelet határozza meg, hogy felszámítható ez a felszolgálási szervizdíj. A mértéke nincsen előírva, az üzletvezetője, illetve a vendéglátóegység vezetője dönt arról, hogy mekkora összeget számol fel. Az a lényeg, hogy ezt a számlán különtételként kell szerepeltetni, és adókötelezettség és járulékkötelezettség kapcsolódik hozzá, amit a munkáltatónak kell teljesíteni, tehát a munkavállalók már a leadózott összeget fogják visszakapni. És mit jelent a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló? A fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló adómentes, az SZIA törvény egyes számú melléklete így határozza meg, viszont dönthet úgy a pincér vagy a felszolgáló, hogy ezután nyugdíjjárulékot fizet. Jó, tehát akkor itt is van járulékkötelezettség. Igen. Mit jelent a harmadik típus a munkáltató által felosztott borravaló? Abban az esetben például, hogyha bankkártyával fizet valaki vendéglőben, és így ad borravalót, tehát egy nagyobb összeg kerül a levételre a bankkártyájáról, ekkor beszélhetünk ilyen munkáltató által visszaosztott borravalóról. Azt kell tudni róla, hogy a jogviszonynak megfelelően adózik, illetve járulékkötelezettség kapcsolódik hozzá. Hogyan ellenőrzi a hivatal a borravaló adást, vagy illetve a borravalót? Többféleképpen tudja ellenőrizni, ugye a próbavásárlások során is megnézheti ezt a nyilvántartást, illetve az nagyon fontos, hogy minden esetben nyilván kell tartani ezt a borravalót, nem lehet a pénztárgépbe tenni, viszont ellenőrizni tudja a hivatal nem csak a bevallásokon keresztül, hanem ezeken a nyilvántartásokon keresztül is, és ha szükséges, még nyilatkoztathatja is a dolgozókat az adóhivatal. Ma is rengeteg érdekességet hallottunk, köszönöm, hogy itt volt nálunk. A nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!